A Ferencvárost fogadja az előre, nehéz meccsre számítanak a labdarúgók. Megújult az Almási kastély, kiállításokkal és meglepetésekkel várják a látogatókat március közepétől. Szent István szobor a Szent István téren, 30 pályázat érkezett a felhívásra. Köszöntöm nézőinket, Önök a 7.tv híradóját látják, Varga Diana vagyok. A labdarúgó NB1 2016-os rajtján a sereghajtó Békés Csaba és a listavezető Ferencváros találkozik egymással. A viharsarkiak nagyon készülnek a szombat délután 3:30-kor kezdődő összecsapásra, és az a céljuk, hogy meglepjék az esélyesebb ellenfelet. A csabai együttes első 2016-os két meccsén hátrányból fordított a Magyar Kupa negyed döntőjében a Kazán Mislány ellen egy szerencsés góllal, valamint Birta Ambaton szép fejes góljával. A lilafehérek tehát jól kezdték az évet, szombaton azonban az idény egyik legnagyobb feladata előtt állnak. Készülünk arra, hogy tudjuk, hogy nehéz meccs lesz, tudjuk, hogy a Fradi egy olyan csapat, amelyik nemzetközi szintre próbálja felépíteni a csapatot, úgyhogy mindenféleképpen egy óriási feladat van előttünk, erre rá kell készülni, minden játékosnak minden maximumt kell, saját maximumt kell hoznia, mert csak akkor van esélyünk, ha ezt így meg tudjuk oldani. A viharsarkiak másnap már regenerációs edzéssel hangoltak a Ferencváros elleni derbire. A csabaiak a téli felkészülés során több külföldi csapattal is összecsaptak, amelyekből sok tapasztalatot gyűjthettek. Játszottunk itt pár meccset, igazából eredmény nem volt annyira jó, amit számítottunk, de az is hozzáteszem, hogy nagyon erős csapat ellenünk játszottunk, úgyhogy részemről szerintem jól sikerült. A két együttes korábban számos emlékezetes mérkőzést vívott egymással. A Ferencváros sokszor megszenvedett a 3 pontért a Kórház utcában, sőt, többször vereséggel távozott Békés Csabáról. Reméljük, hogy így is sokan lesznek, telt házba reménykedünk, hogy tényleg a Fradi és mi is annyi embert tudunk ide kicsalogatni a Kórház utcába, hogy megteljen ez a stadion, és szeretnénk egy olyan eredményt elérni, amit tényleg, hogy minimum az 1 pont, de szeretnénk nyerni itthon. A lilafehérek keretében több érkező és távozó is akadt. A szakmai stáb bízik abban, hogy szombaton már bevethető lesz az Angliából érkező támadó, Nathan Eccleston is. A csabai játékosok arra készülnek, hogy a Ferencváros irányítja majd a játékot, de bíznak a fegyelmezett védekezésben és abban, hogy egy-egy veszélyes kontrából eredményesek lehetnek majd. Az MSZP szerint nem lesz alkalmas a két kiválasztott Békés megyei térség felzárkóztatására az ezt célzó operatív program. A rendelkezésre álló 58 milliárdos keretet szerintük az alapvető települési problémák megoldására kellene fordítani. Az MSZP képviselői úgy látják, a terület és településfejlesztési operatív program nem segíti Békés megye felzárkóztatását. Varga Zoltán elmondta, szerinte ebben a mezőkovácsházi és sarkadi járások kapnak kiemelt figyelmet a többi kárára. A párt Békés megyei elnöke úgy véli, a rendelkezésre álló 58 milliárdos keret emellett kevés e két elmaradottabb térség felzárkóztatására. Tehát meg kellett volna találni azokat a ágazati programokon belüli lehetőségeket, ami most hiányzik, hogy egyrészt a halmozott a hátrányos helyzetű térségek, így mondjuk Békés megye is, és persze a járások is megtalálják a fejlesztési forrásokat. Az ágazatban minden település, minden önkormányzat versenytársa egymásnak. Csak a toppokban van ilyen megkülönböztetés, és ez az 58 milliárdos keret erre alkalmatlan, hogy ezt megoldja. Varga Zoltán szerint meg kellene találni az ágazati programok között azokat, amelyek a megye felzárkóztatását, a versenyképesség növelését és a munkahelyteremtést szolgálják. A képviselő hozzátette, abban, hogy a 2020-ig tartó időszak összes forrását 2 éven belül kívánja lehívni a kormányzat, politikai szándék sejthető. Az első körben 18 milliárdos keret volt kiírva, és akkor már én több sajtónak elmondtam, hogy ebből a településeknek több mint a fele nem fog pályázati forráshoz jutni, és mivel 2016-ra ezt megduplázták, így nagy valószínűséggel több települést tudnak kielégíteni, és próbálják a haragot egy kicsit csökkenteni, hát majd meglátjuk, hogy az értékelésnél ez visszaköszön-e. Varga Zoltán a témában tartott megyei közgyűlésen javasolta, a bizalom visszanyerése érdekében vegyék vissza a területfejlesztési bizottságok tagjainak döntési jogkörét. A javaslatot a többség nem támogatta.
Március közepétől várja látogatóit a megújult Almási kastély. 2012-ben Gyula város önkormányzata egy Európai Uniós pályázaton közel 2,5 milliárd forintból újította fel a 300 éves múltra visszatekintő épületet. A megnyitón a szervezők különleges kiállításokkal és számtalan meglepetéssel várják a látogatókat. Hamarosan a látogatók előtt is megnyílik a megújult Almási kastély. A nagymúltú épület gazdag történettel rendelkezik. Többek közt ide köthető Erkel Ferenc első kastélyban előadott színjátéka, de Munkácsi Mihály is ezen között a falak között kezdett festészetet tanulni Szamosi Elek művésztől. Itt volt az első vidéki kastélyban tartott színi előadás, aztán fontos tudni, hogy Munkácsi Mihály itt ebben a kastélyban tanult festeni egészen egy éven át, és hát ami a magyar történelem szempontjából rendkívül fontos, hogy az aradi 13 vértanúból 10 itt ebben a kastélyban tették le a fegyvert, és hát van egy írás, amely szerint a kastély ablakán dobálták be kardjaikat. Az állandó kiállítás az Alföldi kastély hétköznapjait, a szolgálók életkörülményeit, feladatait mutatja majd be. További 5 teremben pedig az egykori arisztokrácia mindennapjaiba pillantatnak be a látogatók. Megpróbálunk általános érvényű történeteket is elmesélni arról, hogy hogyan élt az arisztokrácia 100-150 évvel ezelőtt Magyarországon. Amellett azonban, hogy az arisztokrácia hogy élt, az egész kiállítás nem is ezzel indul, hanem megpróbáljuk bemutatni a cselédség életét, ami egy kuriózum Magyarországon, ilyen kiállítás, ami a cselédségről és a cselédség életmódjáról szól, ilyen még nem jött létre. Elindítja a lejátszásunkat, és ahogy forgatja a monitort, a monitoron a konyha gyakorlatilag azzal a berendezéssel jelenik majd meg. A kiállító térben több interaktív állomás és hangos idegenvezető segíti majd az eligazodást a rengeteg terem és kiállított tárgyak között. Van egy hozzávetőlegesen 2 órás program, amely végigviszi a kastély valamennyi termén, és bemutatja azt az izgalmas tálatot, amellyel hamarosan megismertethetjük a látogatókat. Van egy bővített programunk, ami 4 órás idegenvezetést jelent gyakorlatilag ezeknek az eszközöknek a segítségével, és van egy rövidített 1 órás programja is ennek a guide-os vezetésnek. Ezt egyébként tökéletesen kiegészíti a gyermekek számára készített idegenvezetés. A tárlat utolsó simításait végzik a kivitelezők, hiszen a tervek szerint a gyulaiak március 4-től, a nagy közönség pedig a hónap közepétől láthatja a kastélyt. Most vasárnap a szerelmeseké lesz a főszerep. Szent Valentin legendája a 14. századból ered, azóta ünneplik a szerelmesek napjaként február 14-ét. A történet szerint Valentin adta vissza börtönőre lányának látását, mielőtt kivégezték. Ezt követően nevezték el az elvakító szerelemvédő szentjének. Országonként igen eltérőek a szokások, itthon többnyire virággal, csokoládéval vagy egy közös vacsorával lepik meg egymást a párok. Napot általában párommal megyünk el egy vendéglőbe, vagy általában moziba, mert a gyerekek miatt nem nagyon tudunk ugye elszabadulni. Talán elmegyünk egy moziba, utána egy vacsora, aztán haza, úgyhogy hozzuk. Itt szoktuk, általában csendesen. Nem ez az egy nap az, amire koncentrálni kell és oda kell tenni magunkat, hanem az egész éves helytállás tulajdonképpen, az egész éves figyelemről van szó. Nyilván vannak ünnepek, amiket érdemes megünnepelni. Mi ezt a Valentin napot nem tartjuk ilyennek. Én 9 éve házas vagyok, de ez így megmaradt, hogy ünnepeljük vacsorával. Úgy gondolom, szép ünnep, de konkrétan nem szoktuk ünnepelni. Azért nem, mert én úgy gondolom, hogy az 365 nap, minden napja Valentin nap kell, hogy legyen. Mindenki másképpen készül megünnepelni a szerelmesek napját. Vannak, akik apróságokkal lepik meg párjukat, másoknak ez éppen olyan nap, mint a többi. A Békés Csabai Bevásárlóközpontban több lehetőség közül választhatnak majd az ünnepelni vágyók. Vasárnap pedig azoknak fogunk majd elsősorban szolgáltatni, akik egy kicsit sütizni szeretnének, fagyizni, kávézni, egyet bowlingozni, vagy éppen moziba jönni, hiszen attól függetlenül, hogy vasárnap van, az üzleteken kívül a vendéglátás és a szórakoztatás itt a centerben nyitva van. Akkor ez lesz Valentin napra. Gábor hosszas válogatás után végül emellett a virág mellett döntött. Ezzel lepi majd meg a barátnőjét vasárnap. Igazából
Ez csak egy alkalom rá. Én szoktam többször is venni neki, mivel néha nem csak ilyenkor kell éreztetni azt, hogy fontosak számunkra, de ilyenkor különösebben megadjuk nekik a tiszteletet, hogy értük vagyunk. A Levendula virágboltban már most érezhető a közelgő Valentin nap, hiszen egymást váltják a párjaikat meglepni vágyó vásárlók. Már most elkezdődött, ami számomra is most meglepő volt, valószínűleg a jó idő miatt is. Már tegnap este érezhető volt az, hogy készülnek a párjukat meglepni, és főleg férfiak. Tehát, hogy ez a jellemző, hogy férfiak visznek a kedvesnek virágot. A szeretetünket számtalan módon kinyilváníthatjuk. Kedves szóval, édességgel, vagy egy szálvirággal. Biztosan mindegyik szívbe talál majd. Csütörtökön tartották a 2015-2016 évi úszódiák olimpia megyei döntőjét Békés Csabán az Árpád-fürdőben. A megye 40 iskolájából érkeztek diákok a megmérettetésre. A tét igen nagy volt, hiszen az első helyezettek tovább jutnak a március 19-i országos döntőbe, ahol ha szintén dobogós helyezést érnek el a tanulók, akkor az többletpontot jelent a továbbtanulásnál. A Békés Megyei Diáksport Egyesület és a Békés Csaba Előre Úszóklub szervezésében közel 300 diák ugrott a vízbe, hogy erőteljes karcsapásokkal a legtöbbet hozzák ki magukból a medencében. Az országos kiírásnak megfelelően mellúszás, gyorsúszás, hátúszás és 4x50 méteres gyorsváltón kellett bizonyítaniuk a versenyzőknek. Már az utolsó 25 méternél, már alig vártam, hogy végére érjek, nem már. Már a tüdőmet már éreztem, hogy nagyon. A Diák Olimpia egyik fő célja, hogy versenyzési lehetőséget biztosítson az úszósportággal ismerkedő fiatalok részére. Hát háton úsztam meg gyorsan kicsit erősek voltak, abban ötödik lettem. Háton meg ugye első. Hogy a tesóm az ilyen 8 évig úszott, és hogy akkor gondoltam, hogy akkor én is kipróbálom, és éppen azért választottam ezt, mert hogy szerintem ez egy jó sport, én szeretem meg minden. A diák olimpiák egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. A sport szeretet mellett a legjobbak a felvételinél is hasznosíthatják eredményeiket. Jelentőség van a tovább tanulás szempontjából is, mert aki a magyar diák olimpiai bajnokságon első 3 pontot vissza a tovább tanulásban, illetve inkább annak, amit nagyon örülünk, hogy egyre nagyobb létszámmal jelentkeznek ezek a gyerekek, az amatőr kategóriában is. Még jó pár évvel ezelőtt egy-egy versenyszáma volt, hogy 2-3 induló volt, most sok futamot tudunk rendezni. A megyei versenyek dobogós diákjai március 19-én Miskolcon bizonyíthatnak az országos döntőn. Mégis lesz 8. része a Harry Potter sorozatnak. A rajongók nem is számítottak erre, hiszen az író J.K. Rowling a 7. könyv megjelenését követően ígéretet tett, hogy nem folytatódik a varázsló tanoncok története. Osztályos voltam, és az egész kötet sorozatot pár éven belül befejeztem, szóval ez főleg az általános iskola első részére esett nekem. Nem mondanám, hogy nagy hatással volt rám, de élveztem őket olvasni, csak el tudtak repíteni egy másik világba, szóval mindenkinek tudnám ajánlani. Alsó osztályos volt, amikor ezt elkezdtem olvasni, és később felső tagozatban olvastam el a többi részét. Nagyszerű a cselekményvilága, de nem az a legmegragadóbb mű, de mégis nagyon, nagyon jó. A napokban látott napvilágot a hír, hogy jön a gyerekek és felnőttek egyik kedvenc olvasmányának, a Harry Potter sorozatnak a következő része. Harry Potter és az elátkozott gyermek címmel jelenik meg idén júliusban, a kalandregény legújabb része. A gyermek könyvtárban még most is több kötet várja az olvasókat, bár már egyre kevesebben keresik a regényt, ami az új rész megjelenésével valószínűleg változni fog. Úgy érzékeltük, hogy nem olyan nagy már az érdeklődés iránta, mint az első években. Most várhatóan, hogy újra nyilvánosságot fog kapni, hogy megjelenik egy 8. kötete a sorozatnak, valószínűleg újra érdeklődni fognak gyerekek, felnőttek, pedagógusok a könyv iránt, hiszen már a néhány középiskolában kötelező olvasmányként is megjelenik a Harry Potter. A legújabb történetet a Harry Potter regényfolyam szerzője J.K. Rowling írta, Jack Thorne és John Tiffany közreműködésével. A színmű nyomtatásban az e-könyv változattal együtt jelenik meg a Little Brown Book Group kiadó gondozásában.
Szent István szobor a Szent István téren, Békés Csaba megyei jogú város önkormányzata országos pályázatot írt ki egész a lakosmű készítésére, mely méltó emléket állít államalapító királyunk előtt. Közel 30 pályázat érkezett, arról, hogy melyik alkotás kap majd helyet Békés Csaba főterén, szakmai zsűri ajánlása után a közgyűlés dönt majd. 27 módon ábrázolt Szent István király sorakozik jelenleg a Városháza mokos termében. Ennyi makett érkezett a felhívásra. A pályázati felhívások megjelentek az ország legnívósabb művészeti szakfolyóirataiban, és oda ért a folyamat, hogy nagyon sok pályamunka érkezett a művészeti felhívásra, a pályázati felhívásra, és most lesz a feladata majd egy zsűrinek és a közgyűlésnek, hogy meghozza a döntést. A kiírás legfontosabb szempontja az volt, hogy Szent István szellemiségét szimbolizáló kiemelkedő alkotás szülessen Békés Csabán, amely jól illeszkedik a város természeti és épített környezetébe. Nem volt megkötés a szobor anyagára, sem a választott technológiákra vonatkozóan, de az elvárások között szerepelt, hogy az emlékmű tartós és időtálló legyen. Többnyire bronzból gondolkodtak, bronzban gondolkodtak a tervezők, illetőleg kő a talapzat zömében. Ez azért is fontos, mert az egyik kritériumunk az volt, hogy lehetőséget adjon a szobor és környéke, a talapzat kialakítása arra, hogy augusztus 20-án a városi ünnepség keretében megkoszorúzásra kerüljön a Szent István szobor. A szobor a Városháza előtti területen foglalhat helyet, de hogy pontosan hol, még nem jelölték ki. A művészeti zsűri a beérkezett makettek közül 5-öt választ ki, amelyeket a február 25-i közgyűlésen bírálnak majd el a városatyák. Ez volt már a Híradó. Hamarosan következik aktuális című műsorunk, melyben arról lesz szó, hogy idén is megrendezik a Békés Csabai Tavaszi Fesztivált. A Csaba Gyöngye Kulturális Központ tegnap tette közzé a programtervezetet. Erről beszélgetek mai vendégemmel, Herceg Tamással, a Csaba Gyöngye Kulturális Központ igazgató helyettesével. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!